Sziasztok, kedves nézőim! Világunk tele van csodálatos, lenyűgöző és titokzatos jelenségekkel, amelyek közül sok rejtve marad előttünk. Néhány videónak köszönhetően azonban ezen titkok és rejtélyek némelyikére fokozatosan fény derül, megismerésük pedig megváltoztathatja a világról alkotott képünket. A mai videóban néhány hihetetlenül titokzatos és megmagyarázhatatlan bejátszásnak lehettek szemtanúi, amelyeket lehetetlen lenne elhinni, ha nem élő adás közben történtek volna. Ferenc pápa gyakran beszél hallgatóságához a Szent Péter Bazilika erkélyéről. Az ilyen beszédek alapvetően nem szokatlanok, viszont a pápa egyik beszéde a közelmúltban emberek százezreit sokkolta világszerte. A pápa 2020 áprilisának közepén nyilvános beszédet tartott, melyet élőadásban közvetítettek. Miután kimondta az utolsó szót és befejezte a mondani valóját, a pápa intett a hallgatóságnak, megfordult, tett néhány lépést és eltűnt. Szó szerint eltűnt az éterben. Na de hogyan lehetséges ez? Először sokan azt hitték, hogy a hír hamisítvány, és a videót egyszerűen egy számítógépes programmal vágták meg. Azonban az interneten elérhető összes videóban látszik, hogy Ferenc pápa szó szerint a semmibe olvad. Szinte lehetetlen lenne az összes videót így összevágni, na de ki akarná ezt és miért? Elvégre a pápa túl komoly figura ahhoz, hogy viccmontázsokhoz használják fel a személyét. Ferenc pápa szokatlan és nagyon furcsa eltűnéséről több érdekes elmélet is napvilágot látott. Az egyik ilyen teória szerint nem maga a pápa, hanem a hologramja üzent a hallgatóinak, de miért volt erre szükség? Egyesek úgy vélik, hogy Ferenc pápa a beszédnapján nem érezte túl jól magát, de fontos üzeneteit mindenképpen meg akarta osztani a hallgatóságával, ezért a hologramját használták ehhez. Vannak azonban, akik úgy vélik, hogy ennél sokkal komolyabb dologról van szó, mivel a pápa már nem él. Az elméletgyártók szerint a Vatikánnak több oka is van arra, hogy elrejtse a pápa betegségét és halálát. Az első ok az, ha kiderül az igazság, az egyház hírneve csorbát szenved. A második ok a Katolikus Egyház új fejének megválasztása. Mivel a világnak jelenleg elég sok problémával kell szembenéznie, az új pápa megválasztása lenne az utolsó dolog, ami az embereket foglalkoztatná. A Katolikus Egyház ezt sem akarja. Nem tudni, hogy pontosan mi történt Ferenc pápával áprilisban, de a hologram elmélet nagyon érdekes felvetés. A szellemek általában nem túl zsúfolt helyeken szeretnek feltűnni. Például megijeszthetik a házlakóit, vagy megrémíthetik a temetőőröket. Néha azonban a szellemek több százezer ember előtt mutatják meg erejüket. Legalábbis ez lehet a benyomásunk az alábbi videó megtekintése után. A videó a Honduraszi Telekéba TV csatorna reggeli adásának egy részlete, amely 2015 végén jelent meg. Az adás közben valami egész furcsa dolognak lehettek tanulni a műsort követők. A műsorvezetők épp a híreket osztották meg a nézőkkel, amikor hirtelen egy rövid szünetben az asztalon lévő pohár elkezdett mozogni. Néhány centiméter csúszott az asztalon, mielőtt megállt volna. Ezt az egyik műsorvezető, Carlos Molina vette észre, aki előtt mindez történt. Molina kollégája, Pablo nem látta a pohár elmozdulását, mivel a következő hírblokkot nézte. Látszódott, hogy Carlos nagyon megdöbbent attól, ami éppen előtte zajlott. A műsorvezető ennek ellenére megőrizte hideg vérét, és nem hagyta, hogy az érzelmei eluralkodjanak rajta. Mint később elmondta, egy másodperccel azelőtt, hogy az üveg megmozdult volna, érezte, hogy a hideg végigfut a gerincén. Ami Pablót illeti, mivel nem látta az üveg elmozdulását, először nem hitt Carlosnak, amikor a szünetben elmondta neki, hogy mi történt. Miután azonban megnézte a felvételt, Pablo ugyanúgy megdöbbent, mint kollégája. Mi lehetett a jelenség oka? Egy poltergeist, egy szellem vagy egy természetfeletti erő idézte az egészet elő. Bárhogy is volt, ennek egy része az üveg önkéntelen mozgatásához volt köze. Hiszen mi mással lehetne megmagyarázni, hogy egy tökéletesen sík asztalon elkezdett csúszkálni. Számos fénykép és videó található UFO-król, amelyeket emberek készítettek. Általában a legtöbb ilyen anyagot utólag teszik közzé. Emiatt a szkeptikusok úgy vélik, hogy UFO-k valójában nem léteznek. Azzal érvelnek, hogy azonosítatlan repülőtárgyat soha nem rögzítettek élőben, ami azt jelenti, hogy az interneten található összes UFO-król szóló anyag hamisítvány. 2020. februárjában egy perui csatorna olyan műsort sugárzott, amelyben a műsorvezetők egy UFO-kkal kapcsolatba hozható tengerparton történt eseményt vitattak meg. A műsort a műsorvezetőket is beleszámítva körülbelül 200 ember követte. A műsor közepén a stáb egyik tagja, aki az óceán felé nézett, elmondta a műsorvezetőknek, hogy különös fényt látott. Az egyik műsorvezető felállt és az óceán felé fordult, miközben a műsor néhány vendége lézermutatókkal mutatott ugyanabba az irányba. Hirtelen minden jelenlévő egy fényes pontot látott felvillanni. Nem úgy nézett ki, mint egy hajó vagy egy világító torony fénye. A fény szabályos időközönként villogott, mintha valaki válaszolt volna a műsor vendégeinek az óceán túloldaláról. Minden jelenlévő egyetértett abban, hogy egy UFO-t láttak. Ez logikus, tekintve a fény gyakoriságát és erősségét, valamint azt a tényt, hogy a tengerpart híres a paranormális tevékenységekről. 2009. június 25-én szörnyű hír sokkolta a világot. Meghalt a popzene királya és 100 millió bálványa, Michael Jackson. A hivatalos verzió szerint azután halt meg, hogy Jackson személyi orvosa, Conrad Murray helytelenül adott be neki egy érzéstelenítő injekciót. Sokan ennek ellenére úgy vélik, hogy Jackson még mindig él, és különböző bizonyítékokkal támasztják alá ezt az elméletet. Az egyik ilyen bizonyíték az Atlanta című tévésorozat második évadának 6. epizódja. Ebben az epizódban megjelenik egy Teddy Perkins nevű karakter. Elég egy pillantást vetni erre a karakterre, hogy észrevegyük a hasonlóságot Michael Jacksonhoz. A sorozat készítői azt állítják, hogy ez nem véletlen. Szerintük a Donald Glover által alakított Teddy Perkins karakterét Jackson ihlette. Az epizódot 2018-ban Emmy díjra, Glovert pedig a legjobb vígjáték sorozatban nyújtott alakításáért jelölték. A ceremóniára nem a szerepéből adódóan érkezett, de figyelemre méltó, hogy Teddy Perkins is ott volt vele. Vagyis valaki beöltözött Glover által alakított Perkinsnek, hogy eljöjjön a ceremóniára és leüljön Glover mellé. De mi ebben a logika? Miért nem tehette ezt meg maga Glover? A teóriagyártók erre is megtalálták a választ. Szerintük az igazi Michael Jackson vett részt a ceremónián Teddy formájában. Ez egy furcsa elmélet, de Teddy és Michael, mint említettük, nagyon hasonlítanak egymásra. A teoretikusok úgy vélik, hogy állítólagos halála után Jackson megváltoztatta a külsejét, és most más személyazonosság alatt él. Feltevéseik szerint az Atlanta alkotóit az új Jackson képe ihlette, innen ered a hasonlóság. Nem csoda hát, hogy a zenész eljött a ceremóniára, és még sminket sem kellett viselnie, hiszen teljesen úgy néz ki, mint Perkins. Egy másik érdekes tény, hogy az epizód rendezője nem volt hajlandó felfedni a Perkins alakjában érkezett személy kilétét. A ceremónia szünetében Perkins rá is erősített erre a feltételezésre, mivel azt mondta: "Megöltek, de nem haltam meg." Mindezek a tények arra utalnak, hogy Michael Jackson ott lehetett a ceremónián, és lehet, hogy még mindig életben van. De ezek mind csak elméletek. 2020. márciusában a Sky News egy videót tett közzé az interneten. A videó az Egyesült Királyság akkori államkincstárának kancellárjáról, Rishi Sunakról szól. Első pillantásra a riport teljesen hétköznapinak tűnik. A felvételen Sunak látható, amint kilép az épületből, jobb kezében egy piros mappát tartva. Nem sokkal később a kancellár egy parkolóautó mögé megy, és miután megkerüli, egy zöld mappával jelenik meg. Hogyan lehetséges ez? Egyértelmű, hogy az egész videót megszakítások nélkül vették fel. Az operatőr végigköveti Sunakot, így ebben az esetben sem lehet vágás. A kancellár, ahogy a videón is látható, nem állt meg útközben, így nem cserélhetett mappát. Ez látszik a keze helyzetén is, ami nem változik. De mi értelme lenne az egésznek? Minden, ami a videóban történik, valós. Ugyanakkor lehetetlen megmagyarázni, hogyan változott meg a mappa színe szinte másodpercek alatt. Erre a videóra kétféle teória született. Az első szerint a Rishi-féle politikusok képesek manipulálni az embereket, és természetfeletti képességekkel rendelkeznek, melyek közül az egyiket a videóban is láthatjuk. A második verzió szerint Rishi Sunak egy Matrix hiba áldozata lett, amit a Sky Newsnak köszönhetően világszerte emberek milliói láthattak. Persze ennél racionálisabb magyarázatot is lehetne találni, de éppen a természetfelettiben való hit teszi világhírűvé a látszólag jelentéktelen híradást. Videónk azonban itt véget ért. Lájkoljátok a videót, ha érdekesnek találtátok, és írjatok kommenteket is. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!